számítógépeket vittek el, egy Acer számítógépet, és ahhoz egy másik dobozt, amin az összes fényképünk fönt volt a gyerekekről, és a dokumentációja az egyesületünknek, és elvittek egy fényképezőgépet és egy kisebb kamerát, ami számunkra azért is érdekes, mert ugye ide halmozott a hátrányos helyzetű gyerekek járnak, és azt is tudjuk, hogy ki volt az, aki ezeket az értékeket elvitte, hogy a gyerekek szülei a roma cigány közösségben összefogtak, nálunk működik a roma kisebbségi önkormányzat, és a szülők keresnek meg minket, azoknak a gyerekeknek a szülei, akik ide bejárnak hozzánk, hogy ők teljesen fel vannak háborodva, és elítélik ezt a betörést, és szeretnének minket segíteni, úgyhogy nagyon sok információban segítettek minket azzal, hogy ki volt az, hol jár, mit csinál, és hogy ők teljesen elítélik ezt az embert, aki ezt megtette, hiszen az unoka, öccse is ide járnak a mi teleházunkban. Mekkora értéket képvisel körülbelül? Ez az érték 500.000 forintot képvisel, ezek pályázati pénzből nyertük el, és ezért rendőrségen tettünk feljelentést, hiszen nekünk ezeket dokumentálnunk kell, hogy mi történt a gépekkel. Ha jönnek hozzánk majd ellenőrzésre, akkor be kell tudjuk mutatni a jegyzőkönyvet, hogy sajnos már nincsen itt a gép. Rendőrségen kaptak valami információt, hogy hogy áll a nyomozás? Hát igen, végül is a helyi rendőrség képviselője itt volt nálunk, felvett a jegyzőkönyvet, és kiadták az országos körözést a fiatalember ellen, de valószínűleg most már nemzetközit is ki fogják adni, mert hogy határon túl van. Hallottam róla, és nagyon elkeserítő, hogy pont a plébániát, és pont hátrányos helyzetű gyerekektől, akik napi szinten használják, nem csak játékra, hanem tanulásra is. Azt gondolom, hogy nagyon szomorú, hogy már idáig jutottunk. A másik, ami bosszantó, hogy ezt mind tanulásra használják, és ha jól tudom, az értesüléseim jók, akkor pályázati pénzen nyerte a sereg az összes holmit. Az meg a legszomorúbb, hogy olyantól vették el, aki megérdemelte. Kíváncsi lennék, hogy mi lett a sorsa, de az is biztos, hogy megrendelésre, vagy talán olyanok, akik tudták, hogy itt mi van, amire lehet menni, amiért pénzt lehet majd később valahol kérni. És pont mindezt itt a központban? Pont a központban, igen, olyan forgalmas helyen, ahol egész nap, azt hiszem éjjel fél egyik folyamatosan autóbuszjáratok vannak, itt dolgozó emberek jönnek, mennek, és most már úgy látszik, ez sem tartott vissza senkit attól, hogy megpróbálja. Mindenki tudja, hogy ki rabolták. Hát meg is van a gyanúsított, és ezt a közötti megbízott is meg tudja erősíteni, már hozzám is bejárt, úri barátom, és tőlem is elvitte a barkács gépeket, mindenféle gyalút, ami mozdítható volt, pedig nincs is villanyok.